hatáskor levő törvényeket. Még akkor is, ha nem jók. Akkor meg kell változtatni, ha nem jó. Erről beszélek már több alkalommal is, ezt kifejtettem. Végül, nem értek egyet szakmai szempontból a Babák úrral abban, mint újból gyakorló polgármesterrel sem, hogy a hatékonysága a legfontosabb mércéje vagy célja az ellenőrzésnek. Előtte a szabályszerűség, előtte a törvényesség, az elszámolás. Stimmelnek-e az elszámolások? Hát hogy lehet hatékonyságot mérni, ha nem stimmelnek az elszámolások? Hát homokra építi hatékonysági ellenőrzéseket? De azt mondta képviselő úr, hogy a legfontosabb a hatékonyság. Nem, kérem, az első az, hogy stimmeljenek az elszámolások. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. 2 percre Pósán László képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, csak szeretném röviden megjegyezni, hogy lehet, hogy az én információm és tudásom etéren korlátozott, de legjobb tudomásom szerint a világon, a legjobb a fejlett világban egymással párhuzamosan működő és egymással konkuráló és versenyző számvevő székek nem léteznek, ahogyan ezt Nyikos képviselő úr mondotta. Általában minden országban egy számvevőszék létezik, az jogosult arra, hogy a közpénzek felhasználását, adóbevételeket és így tovább ezeket ellenőrizze. Köszönöm szépen, és azt gondolom, pontosítás véget illet elmondani. Köszönöm. 2 percre Babák Mihály kér szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, Nyikos képviselő úr. Nem vitatkozunk abban a kérdésben, csak ugye én eleve feltételezem azt, hogy egy számvitelt, egy pénzgazdálkodás, vagy pénzgazdálkodás folytató szervezet alapvetően törvényesen végzi a számvitelét. És ennek utána, miután törvényesen végezte, nagyon fontos mellette, hogy elemezzük azt, hogy szükséges-e az a költséghely, hogy hatékony-e, és ehhez hasonló. Úgyhogy bocsássam meg, teljesen egyetértünk, csak nálam evidencia az, hogy rendbe kell tartani a közpénzügyeket, és ha az mindig átlátható legyen, és törvényes legyen a felsorolása. Milyen tisztelt képviselőtársam, nem kívánok önnel vitatkozni, és sértegethet össze-vissza, a sértegetés ön minősíti, nem engem. Úgy gondolom, ön tudományos értekezéseket szokott folytatni, én meghímél a tisztelt házat, hogy a szakmai tudásomról tartsak demonstrációkat. Ön ezt szokta tenni, mondjuk az ászlámos törvény és az ász szidja, az ásznál meg a költségvetés szidja, meg a mostani kormányt, úgyhogy kevergeti a dolgot, de hagyjuk, nincs jelentősége, és önnek is parlamentális, demokratikus joga, hogy azt mondja, amit akar, néha mondhat butaságot is, mint ahogy én is. Ez a lehetőség fennáll előttünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen igaza van abban, és egyetértünk, amikor azt mondja, hogy alapvetés a törvény betartása. De nekünk itt ebben a házban, ha valami gond van, SOS jelzés, hogy a törvény nem jó. És tudja, Nyikos képviselő, számtalan rossz törvény van, jelenleg hatályban is, amely a mi dolgunk megváltoztatni. Úgyhogy kettőnk véleménye teljesen összecseng, véleményünk teljesen ugyanaz, a törvényesség alapfeltétele, hogy a törvény bármilyen be kell tartani, végre kell hajtani, számon kell kérni, de a mi kötelességünk ebben a házban, mi nem mutathatunk másra, törvényt kell alkotni és módosítani, ha egy törvény rossz. Kérdés, hogy mennyire alaposan és mennyire szakszerűen, mennyire hozzáértő módon. Esetleg nem flaszterpolitikusként vagy elméleti tudósként próbálunk ugye hétköznapira vonatkozó jogszabályokat alkotni, amit végre is lehet hajtani, mert nagyon szép és karakírozott törvényjavaslatok vannak, de nem lehet végrehajtani is rosszak. Ez pedig a mi felelősségünk. Egyetértek önnel. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Köszönöm szépen. 15 perces időkeretben Volner János, jobbikos képviselő hozzászólása következik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is Babák úr szavaira szeretnék reagálni az önkormányzatok helyzetéről, vagyongazdálkodásáról, illetve az ÁSZ etére felmutatott feladatairól, és utolsó részben pedig az ÁSZ gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekről szeretnék egy pár szót ejteni. Először is köszönettel tartozom Domokos László képviselő úrnak, azért, mert elmondta, hogy el szeretné azt kerülni, hogy szakmai demonstrációt tartson itt a tisztelt házban a szakmai tudásáról. Én azt gondolom, hogy mindannyian jobban járunk, hogyha ez nem következik be, és nem kell ezzel szembesülnünk, nem is ez a feladat ugye a mai napom. Másrészt pedig ugye ön először azzal kezdte a felszólalását, már az első negyed órását a kettő közül, hogy az állam vagyongazdálkodásával kapcsolatban milyen komoly feladatai vannak az ÁSZ-nak. Értelemszerűen néznie kell azt, hogy milyen teendői vannak, vizsgálni kell az etéren szükséges lépéseket. Hát azért emlékeztetnék valamire, amikor megalakult az új országgyűlés, az egyik első törvények
egyike volt az állami vagyonról szóló törvény. Tudják, ez volt az az időszak, amikor a Fidesz választópolgárai eufóriában úsztak, teljes joggal hozzáteszem, a megnyert választások miatt, és önök suttyomban, miközben nem figyelt erre a közvélemény, keresztül nyomtak az országgyűlésen, még az új kormány megalakulása előtt egy olyan törvényt, amely úgy módosítja az állami vagyongazdálkodást, hogy most már lehet versenyeztetés nélkül állami vagyontárgyakat privatizálni. Hát azt gondolom, ez egy annyira arrogáns lépés volt, amire még a szocialisták sem vetemettek, amikor nekik megvolt a kétharmaduk, most sajnos szembesülnünk kellett ezzel. És megjegyzem, amikor naponta az dörgölik az órunk alá, hogy fölhatalmazást kaptak a választóktól, akkor azért meg szeretném kérdezni azt is, hogy mikor beszéltek arról a választók, hogy önök versenyeztetés nélkül privatizáljanak, és ezt mindannyian kívánjuk. Valószínűleg nem királlyá koronázásról, és nem egy új abszolút uralkodó eljöveteléről szóltak a választások, hanem egy egyszerű kormánycseréről, nem pedig forradalomról. Akkor, amikor Babák úr ugye a korrupció elleni küzdelmet említi, ki kell, hogy emeljük, hogy a nemzetközi felmérések, így például a Transparency International Magyarországról közölt véleménye szerint jelenleg a közbeszerzési eljárások körülbelül 20%-a felel meg a tisztességes eljárás követelményeinek, azaz ezen a területen rendkívül sok tennivalója van a magyar államnak, nekünk itt a törvényhozásba, és az ÁSZ-nak is, aki ezeket a közbeszerzéseket, ezeknek a hasznosulását vizsgálja. Az önkormányzatokra térve, rövidesen látni fogjuk azt, hogy Babák úr mennyire elvitte a témát, illetve mennyire nagy csúsztatásokkal operált. Hát engem igazán nem lehet azzal megvádolni, hogy a szocialista pártot különösebben kedvelném. Én magam 4 büntető feljelentést tettem ebbe a parlamenti ciklusba a szocialisták ellen. Az összkárérték 200 milliárd forint feletti. Több neves szocialista politikus büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményeztem már, tehát azt gondolom, hogy meglehetősen hitelesen mondom azt, hogy nem szeretem őket, és harcolok azért, hogy az eddigi zabrálás, ami folyt, ez természetesen nem mindegyikükre érvényes, az eddigi zabrálás, ami folyt, az befejeződjék. De akkor, amikor önök arról beszélnek, hogy a kormány, az előző kormány, az előző 8 év megszorításai miatt kellett az önkormányzatoknak, amiket ugye jellemzően az elmúlt 4 évben önök vezettek, hitelt felvenni, vagy éppen kötvényt kibocsátani, hát akkor egész egyszerűen, uraim, ez egy aljas csúsztatás, és egy olyan dolgot akarnak most a szocialisták nyakába varni, ami finoman szólva is illetlenség. Hát gondoljunk csak arra, hogy az önkormányzati kötvény kibocsátások 2006 elejétől 2008 elejéig 2 év alatt meg 10-szereződtek. Miközben az önkormányzatok gazdálkodásában semmiféle olyan drámai változás nem állt be, ami ezt indokolta volna. Ez pusztán annak köszönhető, hogy önök 2006-ban az öszödi beszéd után beültek az önkormányzati polgármesteri székekbe, átvették a hatalmat, és egészen egyszerűen azzal, hogy földuzzasztották az önkormányzatok adósságállományát, majd pedig ráfogták a macira, vagy ráfogták a szocialistákra, megpróbálták azt elérni, hogy helyben sikeres polgármestereket tudjanak fölmutatni, hangsúlyozottan a települések eladósításából, és ezzel, amikor szembesülnie kell a választópolgárnak, hogy igen, látjuk, hogy épültek az utak, fejlődött az infrastruktúra, de vajon miből, akkor rámutogatnak folyamatosan a szocialistákra, hogy hát ő miattuk kellett a hiteleket fölvenni. Hát ez igen messze volt attól, amit felelős vagyongazdálkodásnak lehet az önkormányzati szektorban tekinteni. Tehát azért volt egy ilyen nagyon csúnya kettősség abban az önkormányzatoknál folytatott politikában, amit önök az elmúlt években véghez vittek, ez mondom különösen 2006-tól, amikor az első 2 évben rögtön sikerült meg 10-szerezni az önkormányzati kötvényállományt. Teljesen nyilvánvalóan, hogy nem indokolta semmi, nem indokolta olyan törvényi változás, ami erre alapot adott volna, hiszen nem is történt olyan, ami ezt megmagyarázhatná. Akkor, amikor arra gondolunk, hogy módosítani lenne szükséges nem csak az ÁSZ tevékenységét ezen a területen, hanem az államháztartásról szóló törvényt is, hogy az önkormányzatok számára egyértelmű legyen a hiány kiszámításának a módja, egyértelmű legyen a kiadások és bevételek elkönyvelésének a módja, akkor arról beszélünk, hogy mennyire transzparens körülmények között végezheti vajon az ellenőrző szerv, az állami számvevőszék az ellenőrző tevékenységét. Egyelőre ugyanis az önkormányzati törvény annyit mond erről a kérdésről, hogy az önkormányzatok gazdálkodását
az ÁSZ ellenőrzi. De nincs egészen pontosan nevesítve, hogy milyen tevékenységeket ellenőriz, nincsenek nevesítve, konkretizálva azok az eljárási formák, amelyekre ebben az esetben rá kéne mutatni, és mivel az ÁSZ az gyakorlatilag egy ellenőrző szerv, amely jelentést készít, gyakorlatilag nincs olyan jogosítvány a kezébe, amely bármilyen retorziót jelentene a felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatokkal szemben. E téren is egyébként az új országgyűlésnek meglehetősen súlyos elmaradásai vannak. Boldvai képviselő úr is ugye említette az önkormányzati hitelek kapcsán az eladósodásban élen járó önkormányzatokat, Hódmezővásárhelyet, Békés Csabát. Én azt kérem, hogy a fideszes képviselőtársak, bár mindannyian szeretjük ostorozni a szocialistákat, és alappal teszik az elmúlt 8 év miatt, de kérem, hogy ebben tanúsítsanak önmérsékletet, hiszen önöknek ebben nagyon komoly szerepe volt. Akkor, amikor a költségvetési kiadások hasznosulását ellenőrzi az ÁSZ, akkor különös tekintettel kell lennünk a gazdaságfejlesztési célú kiadásokra. Erre egyébként tegnap a Gazdasági és Informatikai Bizottság ülésén én magam is kitértem, és arra bíztattam az ÁSZ új elnökét, Domokos urat, hogy e téren lépjen előrébb az ÁSZ, és ezeket a költségvetési kiadásokat fokozottan monitorozza, hiszen a gazdaságfejlesztési célra fordított költségvetési kiadások jelenthetik a magyar GDP emelkedését, a költségvetés kilábalásának gyakorlatilag egyetlen lehetséges módját, és itt közvetlen forrásként kb. 800 milliárd forint az, amit éves szinten elköltünk, úgy, hogy erre nincs Magyarországon kiépült monitoring rendszer. Az ÁSZ nem csak az elmúlt évi, hanem már az előző és az azelőtti évi jelentésében is fölhívja erre a figyelmet, több tanulmányában emlékeztet arra, hogy Magyarországon hiányzik a gazdaságfejlesztési célú legyűjthetőség, hiányoznak azok a feltételek, amelyek egyértelműen nyomon követhetővé teszik az ilyen gazdaságfejlesztési célú kiadások hasznosulását, nincsenek költség-haszonelemzések, és megjegyzem, akkor, amikor arról beszélünk, hogy nincs költség-haszonelemzés, akkor még arról sem lehet beszélni, hogy felelősen gazdálkodunk az állam pénzeszközeivel vagy vagyonával. Egész egyszerűen erről ebben az esetben így nem lehet beszélni. Ugye Nyikos képviselő úr, ha már itt tartunk, ő is szóvá tette azt, hogy nincsenek teljesen egyértelműen definiálva az, hogy milyen kiadások, milyen költségvetési kiadások mennek az ÁSZ-hoz, és ez milyen költségvetési bevételeket segít megőrizni, illetve milyen költségvetési bevételekhez segít minket hozzá. Ez azért is fontos lenne, mert nemrég ugye meghallgattuk a versenyhivatal leköszönt elnökét, akinek a helyébe szintén ugye egy régi fideszes káder kerül mindenféle szakmai tapasztalat nélkül. Ezúton is gratulálok annak, aki ezt a döntést meghozta az önök soraiból, és annak is, aki ezt majd egy igen gomb megnyomásával minden kétséget kizáróan támogatni fogja az elmúlt napok, elkövetkezendő napokban. Tehát akkor, amikor a versenyhivatal tevékenységét néztük, láttuk azt, hogy durván 1,6 milliárd forintból gazdálkodik a versenyhivatal, ehhez jön még hozzá 460-80 millió forint különböző eljárási díjakból befolyó bevétel, és ehhez képest van egy durván 6,3 milliárd forintos kartellezésért alapvetően kiszabott pénzbírság, ami ellensúlyozza ezt a számlát. Az ÁSZ esetén ilyen kimutatást nem látunk, nyilvánvalóan ezt nehéz megtenni, de hát ki tegye meg, hogyha nem éppen az ÁSZ, ahol végülis kitűnően képzett közgazdászok egész sora ül. Néhány szót ejtenék arról, hogy az ÁSZ-nál olyan tevékenységeket, illetve olyan szervezeti formákat látunk megjelenni, amelyet hát sajnos forradalom ide vagy oda, ami ugye a szavazófülkékben az önök elmondása szerint már lezajlott, de gyakorlatilag nem látunk megjelenni. Én például kifejezetten kedvelem a pénzügyi szemlét, várom a különböző számainak a megjelenését, nagyon színvonalas tanulmányokat láthatunk benne, csak azt nem értem, hogy mit keres a pénzügyi szemle az ÁSZ-nál. Hát az ÁSZ-nak nem ez a feladata, hogy ezzel foglalkozzon. Az ÁSZ-KUT jelentéseit, publikációit, tanulmányait rendszeresen olvasom, nagyon kedvelem az odaíró kutatókat, nagyon magas szakmai színvonalú munkának érzem az ő tevékenységüket, de tessék elmondani, hogy az ÁSZ-KUT mit keres az ÁSZ-nál. Egyszerűen nem itt van a helye. Tessék elhelyezni ezeket a remek kutatókat más közgazdaságtudományi kutatóintézetekben, van az MTA-nak ugye egy kiterjedt kutatóhálózata, akár ott, tessék nekik megfelelő formát találni,